első kérdésem az az, hogy hogyan találtatok egymásra? Hogy kezdődött a közös pályafutásotok? Hát az egész 2021 tavaszán kezdődött, amikor szétmentünk az előző párommal, és akkor még Pécsen éltem, és feltettem egy hirdetést. És hát vártam a jelentkezőket, és ő volt az első lány egyébként, aki rám ért. És mi volt az első benyomásod Csilláról először? Hát lecsekkoltam az Instáját. Tehát Instán is rám írt, meg Facebookon is. És hát így nem volt túl nehéz dolgom lecsekkolni Instán. Szép lány, tökéletes lány, nem tudom. És hát utána néztem mindenféle helyen. És láttam, hogy már 3 éve nem táncolt. És láttam, hogy ki volt a párja, így már nagyjából arcoz is tudtam kötni. Ja, viszont amikor élőben találkoztunk, akkor kedves volt, cuki volt mindent. Ja, aztán hónapokkal később is ugyanez a benyomásom, csak már egy kicsit mélyebben ismerjük egymást. Ugyanúgy cuki volt akkor, és még mindig cuki, még nem? Mindig cuki, még mindig ember cuki. Jó, oké. És neked, Csilla, te hogy érezted az első alkalmat? Nekem nagyon pozitív visszajelzés volt igazából a Marci részéről, meg az első próbán én nagyon meglepődtem, hogy vezetésügyileg nagyon jól vezetett, és én nekem ez egy ilyen nagyon külön pozitív dolog volt, hogy sokkal komfortosabban éreztem magamat így táncilag is mellette, meg hogy nagyon-nagyon őszinte volt az elejétől fogva, tehát nem kertelt úgymond, hogy más lányokkal is fog próbálni, hogy nem rögtön fog dönteni, stb. Úgyhogy ilyen szempontból örültem, hogy tényleg őszinte volt, és nem az, aki azt mondja rögtön, hogy kiteget, hogy jó, te aztán mégsem. Mik a közös céljaitok? Egy versenyzés ügyileg is, illetve eredmény ügyileg is. Tehát mi az, amit szívesen azt mondanátok, hogyha 3-4 évet előre tudnátok ugrani az életetekbe, akkor most az olyan boldogsággal töltene el benneteket, hogyha azt látnátok, hogy ott tartatok. Wow. Szándékosan így tettem fel a kérdést, mert... Hát, hogyha eredményeket nézzük, akkor magyar viszonylatban mindenképpen szeretnénk így egy fix, döntős páros lenni, viszont nemzetközi szinten is már így azt tudom mondani, hogy már tudják, hogy kik vagyunk, és hogyha látnak minket a parkett szélén, akkor már tudnak mihez kötni minket. Nem tudom, hogy neked erről így abszolút, én is ezt akartam amúgy mondani, hogy magyar viszonylatban a döntő, hogy azért már ne legyen nagyon kérdés, és ugyanígy nemzetközi viszonylatban is, hogy is ismerjék már azért a nevünket, tehát hogy már számítsanak ránk. Ha a versenyről lenne szó, akkor nektek inkább a hazai verseny a fontosabb, vagy a külföldi nemzetközi verseny? Nehéz kérdés. Hosszú távon szerintem nemzetközi. Mindenképpen. Viszont nem mondhatjuk. Tehát, hogy álszentek lennénk, hogyha azt mondanánk, hogy a hazai versenyek nem számítanak, mert de igenis számítanak. Mint a klubközi versenyek most még, és hát a ranglista, meg a magyar bajnokság is ugyanúgy. Ezért fontos, hogy itthon is lássanak minket. Másként készültök egy hazai versenyre, vagy egy nemzetközi versenyre? Szerintem nem. Nem. Az lenne a cél, hogy teljesen egyenértékű legyen mindenféle verseny. És mi a következő versenytek, amire készültek? A második Spirit Kupa az éppenséggel egy nemzetközi verseny lesz, és hát jó, izgi. Most még, mert Csilla még nem is versenyzett BDSF versenyeken, és ez lesz neki az első, és hát együtt is nyilván az első. És most Csillától kérdezem, mert az a lánynak mindig fontos, hogy készülsz valami új ruhával, amivel meglepd a közönséget? Még a következő versenyre nem, de hamarosan. Hamarosan készülőben van egy új. És te, Marci? Tudod, fiú vagyok, egy év. Ennyi, egy év, egy. Van bakancslistátok, vagy... Tehát úgy kérdezném, hát igen, olyan versenyek, amire mindenféleképpen el szeretnétek jutni. Akár legyen ez most egyik fele hazai is, vagy nemzetközi is, de hogy bármelyik. Van, hát nemzetközileg szerintem mondhatjuk, hogy az egyik legnagyobb verseny, ami ugyan nem BDSF verseny, hanem BDC, de Blackpoolba szerintem egyszer mind a ketten szeretnénk nagyon eljutni.
Igen. Tehát Blackpool szerintem nem táncos az a táncos, aki azt mondja, hogy nem szeretne ott táncolni, de szerintem mindenki is ott akar táncolni. Nekem még egyébként néhány éve a Disney volt ilyen, csak ugye az megszűnt, uh-huh. Így most az Assen nekem még egy ilyen bakancslistás versenyem. Igen, ezt elhiszem, az jó. És mindehhez ugye, hogy vannak nagyon szép tervek, szép jövőképek, egy olyan kérdésem lenne, hogy hányszor gyakoroltok ezért, ugye, hogy ezek a szép eredmények összejönnek a héten? Tehát hogy épül fel egy edzés, illetve hányszor gyakoroltok, miből áll egy edzés? Ez most egy összetett kérdés volt, de hogy menjünk akkor az elejétől, jó? Hogy hányszor edzetek egy héten? Az elejétől kezdve úgy van ez összerakva, hogy minden hétköznap bejövünk egy nap kivételével, hogy legyen egy ilyen pihenőnap, amikor minden táncmentes, és magunkra tudunk koncentrálni, meg egy, hát egy pihenő nap nyilván. És minden nap ilyen 2-3 órát szoktunk bent lenni a teremben, szabad gyakorlással szoktuk tölteni az időnket, egy héten egy órát erősítünk hivatalosan, aztán néha az megcsúszik, illetve van heti egyszer egy hajtós, egy versenyszimulációs edzés, és ja, meg egy magánóra, persze, az rendszeres. Rendben. Mindketten gyerekkorotok óta táncoltok? Igen. És Csilla, hány évesen kezdted, és hol? Mert ez érdekelné szerintem a közönséget. Hát én 5 évesen kezdtem, és hát akkor azt hiszem még New York néven futott az egyesület, ami utána hamar átneveződött Napfény Tánsport Egyesületre, Darázs Józsi volt nekem az első tanárom, és egyébként vicces, hogy először én nem is társastáncra mentem, hanem anyukám balettra vitt el, amikor úgy volt, hogy valamilyen tánc jellegű dolgot szeretnék csinálni, akkor először egy balettúrára vitt el, viszont hát az első órán én elestem, és hát az ott megpecsételte a balettnak a sorsát nálam. Amit egyébként a mai nap már úgy tekintek vissza, hogy amúgy kár, mert egyébként egy nagyon szép sport, viszont hát minden okkal történik, és utána elmentünk egy versenytáncos órára igazából, és hát ott volt egy fél, az anyában is, meg bennem is, mert én kicsinek nagyon anyához voltam nőve, és az volt az első olyan hely, ahol azt mondták, hogy szülőknek nem lehet bejönni az órára. Úgyhogy én bementem egyedül, nagy nehezen, és az egy óra elteltében, amikor kijöttem, akkor ilyen hatalmas mosolyan jöttem ki az arcon, hogy ez nagyon jó, ez nagyon tetszett, én ezt szeretném csinálni. Úgyhogy hát az. És csak ez az esés befolyásolt abba, hogy te társastáncba kezdjél, vagy éreztél valami vonzalmat, vagy a tested érezte, hogy hú, én most ezt akarom, vagy bár oké, 5 éves voltál, tehát hogy... Tudjuk a dolgokat, de hogy mi az, amit megláttál benne most mondjuk így 5 éves fejjel, tehát hogy ezt szokták vinni, hogy a lányok azért kezdenek el táncolni, mert hogy szeretik, tetszik nekik a csillogós ruha, meg táncipőm van, meg ilyenek. Abszolút benne volt ez nálam is, és én először a társastáncra is szerettem volna menni, mert otthon voltunk, néztük tévét az egyik délután, és pont az akkori évi magyar bajnokság ment tévében. És hát ugye sok standard latin ruhák, szép csillogós minden, és én is mondtam anyának, hogy szeretnék szép ruhákba táncolni. Úgyhogy abszolút bennem volt ez, csak először balettra vittek el. És te, Marci? Hát az esetemben ez úgy történt, hogy első osztályban mindig ebédszünetben játszottunk az udvaron, és volt 3 olyan osztálytársam is, aki táncolt, társas táncolt. És hát ők voltak azok, akik tanították nekem a csacsa alaplépést, meg a jive alaplépést, és valahogy ez nekem nagyon megtetszett. Aztán egyszer úgy mentem haza anyához, hogy odálltam, hogy anya, szeretnék táncolni. Aztán kérdezte, hogy és milyen táncot? Hát nem tudom, azt, amikben olyan csacsa van. Aztán hát így megnéztük, hogy milyen iskolák vannak Pécsen, de nem akartunk már április környékén beiratkozni, úgyhogy megvártuk a szeptembert, és akkor jött az iskolába egy tanár, levőt Szabina, nála kezdtem el táncolni. És Csilla, róla tudták az iskolában, hogy táncolsz?
Tudták, igen, volt is több ilyen fellépés a suliba, amit mi mindig az akkori párommal igyekeztünk elvállalni, úgyhogy csak büszkék voltunk nagyon. Na, tök jó. Akkor nálad, Marciát, nálad alapból tudták, mivel te oda jártál művészeti suliba, tehát hogy ez ilyen, gondolom, ilyen napközis dolog volt, nem délutánonként kezdtél el táncot tanulni? Ilyen délutáni, délutáni foglalkozás. Mit adott nektek a tánc gyerekként? Hát nekem igazából ilyen elszabadulást, úgymond a hétköznapi, hát most hülye hangzik az, hogy gondoktól, mert egy kisgyereknek milyen gondjai lehetnek, de hogy így a sulitól, a barátoktól tényleg ilyen felszabadulás volt, hogy nem kell a hétköznapi dolgokon gondolkozni és a feladatokat úgymond csinálni, hanem tényleg az ember szabad lehet. Uh-huh. Neked, Marci, neked is ilyen hasonló szabadságot adott a tánc, vagy te hogy éled ezt meg? Amúgy visszagondolva nagyon-nagyon-nagyon sokba segített a karakterfejlődésemet, viszont akkor ezt nem feltétlenül vettem észre. Tehát most ilyen sztereotípia, hogy jaj, hát fiú táncol, meg nem tudom, úgyhogy egy kicsit ilyen lenézetnek éreztem ezt az egészet, viszont most már tényleg nagyon büszke vagyok arra, hogy táncolok, hogy kisgyerekkorom óta táncolok, illetve mind arra, amit ez hozott magával. Uh-huh. És ti el tudnátok képzelni a mindennapjaitokat tánc nélkül? Nem, semmiféleképpen. Én nekem van ebből is tapasztalatom, hogy azt is megértem, hogy milyen az, hogy tánc nélkül az élet, és azt mondom, hogy nem jó. Mit éreztél, ami miatt úgy döntöttél, hogy vissza szeretnél jönni táncolni? Hát volt egyfajta ürességérzés, és nagyon egybe folytak a napjaim, azt vettem észre, hogy tényleg nem volt egy rendszer benne, és tényleg csak az volt, hogy suliba elmegyek, jó tanulok otthon, effekszem, alszom, és az egész kezdődik előről. És nagyon így a feladataimmal csúsztam, és azt nagyon-nagyon nem szeretem, amikor tényleg így folyik egybe a napom. Tehát akkor azt mondanád, hogy a tánc, vagy teljesen mindegy, hogy most táncról beszélünk, vagy sportolásról, az egyfajta rendszert ad neked, abszolút, az életednek? Abszolút. Egyébként ezt alá is írom, mert amikor elkezdtünk táncolni, akkor szóba került az is, hogy és milyen órákban lennének az edzések, hogy mikor gyakorolnánk, és azt mondta, hogy hát, hogy tök mindegy, hogy este, de legyen rendszeres, mert ő úgy működik, hogy ha van egy rendszer az életében, akkor hogyha neki megvan az adva, hogy este 10-től 12-ig tanulni fog, akkor tanulni fog. És hát azt kell róla tudni, hogy ugye szemmelveszre jár, szóval eléggé le van terhelve amúgy is. De hogy ez tök fura, hogy tényleg így működik. Ez a rend a lelke mindennek. Így van. Jó, beszéljünk egy kicsit az iskoláról akkor. Most a Marci tök jó, hogy felhozta egy a témát. Hogy, és mit tanulsz, Csilla? Gyógyszerészetet tanulok most már második éve. Úgyhogy hát igyekszem gyűrni. És hogyha választanod kéne, hogy mi szeretnél lenni, akkor a közeljövőben, hát a közeljövőben, hát mondjuk amikor nagy leszel, akkor így mondanám, jó, hogy akkor gyógyszerész lennél inkább, vagy táncos, vagy tánctanár? Hát foglalkozás szempontjából gyógyszerész, azért jelentkeztem erre az egyetemre, mert mindenféleképpen dolgozni, úgymond a jövőben gyógyszerészként szeretnék. Viszont a táncot úgy nem szeretném kizárni az életemből a jövőben sem. Tehát, hogy egyelőre én így a tánztanárságban nem gondolkozom, viszont táncosként, ameddig lehet, addig igyekszem megmaradni. És hogy érzitek, rendelkeztek ilyen edzői vénával? Tehát szeretnétek majd kisgyerekeket tanítani, vagy bárkit megtanítani táncolni később? Na, abszolút. Részemben. Én személy szerint türelmetlen vagyok. Ez azért mondom azt, hogy szerintem én nem, de Marci abszolút. Ja, szerint én is türelmetlen vagyok valamilyen szempontból, viszont én nagyon régóta gondolkozom azon, hogy igen, én szeretnék tánctanár lenni, szeretnék edzősködni, szeretnék egy saját egyesületet, ilyen gondolatok felmerülnek bennem, és pont most ez egyre erősebben koncentrálok efele. Na, ez tök jó. A tánc szerintetek sport vagy művészet? Erre van egy nagyon jó válaszom. Igen. Timmer Peti mondta, az előző edzőm, neki volt egy ilyen mondata, hogy mi sportolók vagyunk a művészek között,
és művészek a sportolók között. Hát igen. Igen. Tehát pont ez az, hogy valahol a kettő között, tehát hogy egyik nincsen a másik nélkül, tehát anélkül nem tudjuk megfogni a művészet oldalát, hogy ne lennénk sportolók, tehát hogy rendelkeznünk kell azokkal az izmokkal, hogy ki tudjuk fejezni azt, amit valójában akarunk. Hát így van. Lásd balettot például, azért ott sem. Nyilván. Feltétlenül látja a néző, akár elmegy egy balett előadásra, hogy egyébként abban mi munka van benne, hogy ők olyan könnyeden emelgessék a lábaikat, vagy a kezéket, vagy teljesen mindegy. Jó, ez is nagyon jó. A következő kérdésem az, hogy szerintetek mitől jó egy táncos? Kitartástól, hogy sosem adja fel. Így van, egyébként teljesen egyetértek benne. Egyetértek vele. A kitartás az mindenképpen kell hozzá. Nekem még az nagyon fontos, mondhatni nélkülözhetetlen, hogy valaki ne legyen robot. Tehát, hogy a lélek az, amit mindenképpen meg kell mutatni egy jó táncosnak ahhoz, hogy magával ráncson. És ezt amúgy nem lehet tanulni, csak kifejleszteni. Szerintetek, hogyha páron belül nézzük így közöttetek, ki az, aki inkább a technikai oldalt nézi, és ki az, aki inkább a művészi oldalt nézi? Szeretnél rá válaszolni? Szerintem ez nem meglepő, hogy én vagyok a technikai. A Marci pedig, aki inkább az érzelmi részét adja a dolognak. Mi a legfőbb vágyatok, amit el szeretnétek érni? És nem kifejezetten most táncra gondolok, lehet egy táncos is, meg lehet egy magánemberként is, hogy mi az. Neked, Csilla, mi? Hát egy alapjáraton egy sikeres élet, úgymond, amikor nem kell aggódjak se egészségügyi dolgok miatt, se anyagiak miatt, hanem tényleg egy egészséges, boldog életet élni igazából. És ezt mi az, ami megadná számodra? Tehát most azért mondom, hogy tehát ez egy foglalkozásbeli cél is lehet, hogy azt mondod, hogy a világhírű gyógyszerész akarok lenni, vagy azt mondom, hogy szeretnék egy családanya lenni, vagy egy valami jó férjet szerezni, akivel nagyon boldogok vagyunk, és nagyon sok gyerekünk van, és nagyon szépen el vagyunk. Hát igazából az, hogy munkával is nyilván sikeresnek lenni, az fontos, de nem feltétlenül ilyen világhírű sikerre gondolok, csak hogy úgy általános ellenzésként, hogy sikeresnek lenni. Táncolni, ameddig csak tudok, azt mindenféleképpen. És hát igen, egy nagy házba elköltözni, egyszer esetleg családot alapítani. Szóval úgy mondhatni, ilyen általános ilyen elképzelés. És hogyha a táncot nézem, abban mi az ilyen legfőbb vágyad? Hát igazán elégedetnek lenni. Kemény. De eredménybeli így konkrét vágy az hát nem tudom, az nagyon nem szokott ennyire még megfogalmazódni bennem, hogy egy konkrét verseny egy jövőbeli sok évek múlva. Igen, azért az nagyon távoli, tehát hogy közeli céljaink vannak jelenleg, amit így eredményben esetleg tudunk, de távolira még ennyire nem látok előre. És te, Marci, hogy állsz ehhez? Neked mi a legfőbb vágyad? Nekem egyébként az, hogy megengedhessem magamnak azt, hogy úgy éljek, ahogyan szeretnék élni. Hát, ez jó. Ez nagyon filozofikusan sikerült, de a lényeg, hogy én szeretném elvezni az életet. És hogy ne kényszerből csinálni valamit. Csak azért, mert jaj, meg kell élni, meg jaj, nekem kell a pénz a minimumhoz. Hanem meg szeretném ragadni azokat, amiktől teljes lehet az életem. És sokszor láthatják a nézők is, hogy van Instagram oldalotok, és hogy az miben segít nektek? Hát egyrészt segít abban, hogy az emberek tudjanak a létezésünkről, nem elsősorban, tehát a célja is ez volt ennek, hogy magunkat berobbantani a köztudatba, hogy azok, akik már megismertek minket, illetve szeretnének megismerni, azok folyamatos tartalmat lássanak, és így nyomon tudják követni a pályafutásunkat, hogy éppen mi történik velünk, kitől tanulunk, hol vagyunk éppen. Igen. És szerintetek ez mennyire működik? Tehát vannak pozitív visszajelzések, vagy vannak egyáltalán visszajelzések, vagy eléritek vele a célotokat szerintetek? Mindenféleképpen. Abszolút. És nem csak a táncos világban, hanem úgy a
hétköznapi életben is egyébként kapunk visszajelzéseket, hogy nézik és látják. Ja, meglepő, de így van. Na, és szerintetek ezzel hozzá tudtok járulni egy kicsikét a tánc népszerűsítéséhez? Reméljük, szerintem, reméljük, bízunk benne. Hogy mi az, amit a legjobban szerettek a páratokban, mi az a, az a akár külső vagy belső tulajdonság, Marci? Én mindenképpen azt emelném ki, hogy a Csilla rendkívül elfogadó, és egyébként nagyon türelmes velem. tehát nagyon-nagyon sokszor vannak ilyen kirohanásaim, ilyen kirobbanásaim, és ezt nagyon jól kezeli. És a másik dolog, amit meg tudok említeni, az az, hogy mindig számíthatok rá. Tehát bármilyen problémám van a magánéletben, akár táncban, saját magammal, fejembe, minden zizis, akkor ő abszolút nyitott arra, hogy ezt vele meg tudom beszélni. Neked, Csilla? Hát, te hogy érzed? Nekem maga az érzés, hogy annyira otthonosan érzem magamat a Marcinak, és nagyon sokszor el szoktam neki mondani, hogy nagyon kevés emberrel érzem azt, hogy annyira meg tudok nekik nyílni, és annyira őszintén tudok valakivel beszélni, és annyira nem is magabiztosan, de komfortosan érzem magamat a másik mellett, úgyhogy mindenképpen ez, hogy... Ez a komfortosság, ezt mondanád, hogy biztonságérzetet ad, hogy igen. Ez tök jó. És szerintetek ez fontos, hogy egy pár jól kijöjjön, vagy együtt tudjon dolgozni, vagy ahogy te mondod, hogy komfortosan érezze magát ahhoz, hogy eredményesek tudjanak lenni? Nem, egyáltalán nem fontos. Nem, hát nyilvánvalóan ez elkerülhetetlen. Egyáltalán nem fontos. Szerintem nem is működik az hosszú távon, hogyha nincsen ez az alapvető bizalom emberként. Mert lehet, hogy szakmailag igen, összeérünk, meg tudunk együtt dolgozni, de hogyha emberileg nem jövünk ki egymással, akkor ez semmiképpen nem lesz hosszú távú. Ha meg kellene fogalmazni, hogy mit jelent számotokra a tánc egy szóval csak, akkor mit mondanátok? Szenvedély. Önkifejezés. Ki a magabiztosabb a parketten versenyen? Ki irányít a párosokon belül? Oh my gosh. Ki a technikai guru? Kinek fontosabb a művészeti rész a táncban? Ki a lustár? Ki a hajcsár? Ki intézi a versenyre utazás ügyeit? Ki a rendszerető? Kinek nagyobb a szája egy vitában? Ki kezdeményez a vitákat általában? Ki oldja meg a vitákat? Ki késik edzésről? Ki mondja előbb, hogy elég? Ki néz több táncos videót? Ki a pletykás?